Gyerekeket nem nehéz lefoglalni télen sem, sőt, talán ilyenkor a legizgalmasabb őket közlekedésre tanítani. Január elején 15-en vesztették életüket óvatosan az utakon. Ne kezeljük hanyagul a vágott sérülést, mert további balesetet okozhat. Hidegben nem mindegy, hogyan is mossuk le autónkat. A téli szünetet minden gyermek várja, hiszen a karácsonyi forgatag gyakorlatilag az év egyik fénypontja. Azonban, ha lemennek az ünnepek és véget érnek a családi összejövetelek, akkor a gyerekek ott találhatják magukat program és elfoglaltság nélkül. Unatkozni pedig egyik gyermek sem szeret, pedig ilyen hideg napokra is ki lehet találni olyan játékot, amivel a közlekedésre készítjük fel gyermekünket. A téli hónapok ugye többféle kihívást is állítanak elénk a közlekedés során. A saját közlekedésünkben felnőttként érezzük, tehát az útviszonyok, látási viszonyok megváltoznak, talán a viselkedésünk is. És ugye ott vannak a gyerekek, akik beszorulnak a lakásba több időben, elmaradnak azok a programok, amik szabadtéri programok voltak, tehát valahogy őket le kell kötni, miközben egyébként a korlátozott látási viszonyok, az időjárási körülmények az ő közlekedésükben is kockázatot jelentenek, és ha két ilyen egyértelmű tényt felismerünk, akkor a kettőt érdemes összekötni és valami pozitívat kihozni belőle. Tehát ha már beszorulunk a lakásba és több időt töltünk együtt, akkor csökkentsük ezt a kockázatot úgy, hogy foglalkozunk a gyerekekkel és a biztonságos közlekedésre is neveljük, tanítjuk őket. Ezt fogékonyan tudják fogadni abban az esetben, hogyha megfelelően tesszük. Mi az, ami a gyerekek esetében legfontosabb? A ruházkodás, öltözet, a láthatóság kérdése. Meg kell értetni, meg kell mutatni, hogy mi a különbség különböző látási viszonyok között az észlelhetőségben, láthatóságban. Szerintem egy kreatív szülő erre számtalan lehetőséget talál a lakásban, a besötétített szobában, a ruhapróbával egybekötve, zseblámpával megvilágítva vicces jeleneteket tudunk generálni, és közben egyébként valódi haszna is van, foglalkozunk a gyerekekkel. De mondhatnám így a közlekedési eszközöknek a megismertetését, esetleg kipróbáltunk ilyenkor közösségi közlekedési eszközöket, amit talán ritkábban teszünk a hétköznapokban, hiszen akkor autózunk, vagy jó időben kerékpározunk velük. Ez egy jó alkalom arra elmondani az ottani udvariassági szabályokat, elmagyarázni, hogy miért jó ez, miért kevésbé kockázatos, hogy kell helyesen használni, mik az ottani biztonsági szabályok, amelyekre oda kell figyelni. De ez jó alkalom arra is, ha közösen tudunk közlekedni ilyen esetben, hogy alapvető tájékozódási ismereteket próbáljunk a gyerekekkel átvenni. Az utunkba akadó szabályokról beszélgessünk, mindez persze ne legyen kényszeres, nem kell ezt egy okításnak felfogni, hanem egy együtt töltött idő keretében beszélgetéssel próbáljuk megoldani. Aztán a lakáson belül számtalan olyan kiadvány, könyv, munkafüzet található, amelyek segítenek a közlekedési ismeretek elsajátításában. Szerintem nem rosszabb autót színezni, mint Barbit, úgyhogy akár ezeket a lehetőségeket is ki lehet használni. A gyerekek ugyanolyan fogékonyak rá, mint a hercegnőkre, és alapvetően meg lehet ismerni a járműveket, a jelzőtáblákat, a fő színeket, amelyek üzennek nekünk valamit, a pirosat, amit tilt, a zöldet, ami szabad jelzést ad, és így tovább, és így tovább. Tehát számtalan olyan lehetőség van télen, ami nemhogy elesik tőlünk, hanem az időjárással, rosszabb időjárással egy lehetőségként megjelenik. Az év első hét napja során, azaz 2018. január 1-e és 7-e között összesen 15 fő vesztette életét a hazai közutakon. A 15 főből 4 fő volt gyalogos, az összes többi esetben személygépkocsi volt érintve a balesetben. Az évtizedes szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy a téli időjárás alakulása jelentősen kihat a közúti balesetek jellegére, azok súlyosságára, ezen belül az áldozatok számára. Amennyiben a tél enyhe és a közlekedés befolyásoló viszonyok kedvezőbbek az évszakra jellemző általános körülményeknél, abban az esetben nő az utakon az átlagos haladási sebesség és a magasabb elütési vagy ütközési sebesség gyakrabban jár súlyos vagy halálos kimenetellel. Legfontosabb, hogy a téli hónapokban akkor se vezessenek úgy, mint az év melegebb, szárazabb évszakaiban, ha éppen nincs hó, vagy ha az időjárás jóval enyhébb, mint az ilyenkor jellemző. A kockázatok más része a látási viszonyok romlására, ezen belül különösen a nappali időszak rövidségére, az éjszakai időszak hosszabbodására vezethető vissza. Ezt igazolja az a tény, hogy az év első hét napja során a halálos áldozatot követelő balesetek kivétel nélkül sötétben következtek be. Vezessünk lassúbb tempóban és tartsunk nagyobb követési távolságot,
hiszen a féktávolság jelentősen megnő. Különös óvatossággal közlekedjünk a kijelölt gyalogos átkelőhelyek megközelítésekor. A térre jellemző hosszabb féktávolság miatt jóval korábban kezdjük meg a lassítást, ha a zebra környezetében olyan gyalogos látunk, akinek az úttesten való áthaladására számítani lehet. A veszély kialakulásának nagyon gyakran az emberi mulasztás az oka. Nem is gondolunk bele, hogy milyen sok éles tárgy vesz bennünket körbe, és egy hirtelen mozdulattal akár még meg is sérthetjük magunkat. Sok esetben papírzsebkendővel csillapítjuk a vérzést, ami nem igazán jó, hiszen ilyenkor közlekedés közben arra figyelünk, hogy a zsebkendő ott maradjon a seben. Hogyha bármilyen vágás történik, mondjuk karon, vagy kézen, vagy akármi, akkor az első lépés az, tiszta vízzel le kell mosni a sebet. De a másik az, hogy használunk ugye betadint, ami nagyon fontos, hogy nem a sebet rakjuk, hanem a seb köré. Tehát a sebtől kifelé folyamatosan elkezdjük lekenni, és ezzel fertőtlenítjük magát a felületet, vagy a testrészt, illetve magát a sérülést is. És amikor ez megtörtént, akkor mindjárt kötözést is megmutatom nektek. Általában ugye kis mullappal, vagy akármilyen kis gézdarabban ugye ezt meg lehet csinálni. Tegyük fel itt a vágásra. Akkor szépen vagy ráhelyezzük, tehát szépen óvatosan, és akkor utána általában úgy szokták javasolni, hogy innen alulról, ugye a sebbel ellentétes oldalon elkezdjük kötni, és három körkörös mozdulattal kezdünk, vagy indítunk, ami egyébként alapjáraton ugye megtartja az egész kötést. És miután megvolt ez a három kis körkörös mozdulat, akkor elkezdünk most ebben az esetben ugye lefelé mozogni úgy, hogy mindig kétharmad részt fedje. És akkor a végén szintén három körkörös mozdulattal szokás még lezárni az egész kötést. És akkor ezt mondtam, hogy vagy sebb tapasszal lezárjuk itt hátul, vagy pedig ugye be tudjuk tűrni magába. Van szó, értelemszerűen nem kell bekötni az egész karját. Tehát, hogy elég, hogyha a kis bibinél egy sebb tapaszt ráteszünk, annyi, hogy feltöltenítsük le mindenképpen, de senkinek nem jó az, hogyha utána további problémák vannak ezzel. Balesetet egy óvatlan mozdulat következtében is szenvedhetünk. Sose kezeljük ezt hanyagul, mert nagyobb baj is kialakulhat belőle. A rendszeres automosás télen sem maradhat ki. Ugyan nem egyszerű az időjáráshoz igazodni, de pont a leghidegebb időszak viselheti meg az autó karosszériáját. A poron és sáron kívül más agresszív anyagokat is összeszedhetünk az utakon. A téli időjárás nagyon megviseli a gépjárművünket. Nem beszélve arról, hogy maga a gépjárművet ugye, amikor használjuk, fölmelegszik, amikor belül fűtünk és fázunk, amúgy is. Tehát egy hőmérséklet ingadozásnak tesszük ki az autót. Emellett az időjárás viszontagságai, tehát eső, hó, havas eső, ónos eső, és az utakat, tehát a megfelelő sózások és egyebek mind-mind károsítják a gépjárművünket. Ezért érdemes rendszeresen tisztítani, sokkal gyakrabban, mint a nyári időszakban, és megfelelő ápolással sem árt ellátni a gépjárműveket. Amennyiben mi magunk állunk neki autónkat lemosni, a legfontosabb, hogy a klasszikus konyhai mosószereket felejtsük el. Autóápolási szerek közül sem mindegy, hogy mit használunk, főleg télen. Ha beszennyeződik a szélvédő, le lehet törölni, benzinkutakon is leszokták mosni, érdemes akkor egy otthoni ablakpucolóval, alkoholtartalmúval áttakarítani, mert ugye az nem fagy meg, nem dermed rá a szélvédőre, tehát a látási viszonyokat nem rontja. Az áruházakban kapható vegyszerekről azért azt kell tudni, hogy ezek túlnyomó része hobbi kiszerelésű. Igazából ezeknek a sűrűsége, ami fontos. A minél higítottabb, ugye az nem fogja megfelelő hatást elérni. Ez téli időszakban szintén fontos, hiszen erőteljesebben szennyeződnek a gépjárművek. Mikor behozod a gépjárművet és beáll a mosóba, a vizes mosóról beszélünk, de általában a többi mosónál is azért jellemző, akkor egy megfelelő vegyszerrel befújják a gépkocsit, mely föloldja a szennyeződéseket. Legyen az hó, sár, vagy éppen a sózásból adódó szennyeződés. Ezekre vannak megfelelő módon kialakított különböző hatású vegyszerek, amelyek emellett viszont nem roncsolják a gépjárművet. Ezek után nagy nyomású vízzel, gőzborotvával lemossák az autót, a felnikkelt dobbetéteket, hiszen a gépjárművek futómű alkatrészeit is éri a téli időszakban lévő szennyeződés. Ezeket jó alaposan lemossák a kollégák, ezt akkor megfelelő samponos vízzel átmossák szivacsal, és a végén leöblítik, leszárazolják. Ha kérik,
és én ajánlom az ápolásos részét, akkor ugye az ápolástól függetlenül mit kér az ügyfél, illetve a pénztárcájában mi fér bele, lehet választani a egyszerűbb, olcsóbb szóróviaszoktól, tehát az ilyen folyékony viaszoktól, a magas és kemény vakszokig végig lehet várni. Az automata autómosó ugyan gyors és kényelmes módja annak, hogy járművünket tisztán tartsuk, azonban ez sem hibátlan megoldás. Fennáll annak a lehetősége, hogy megsérül az autó fényezése, főleg ha a jármű piszkosabb. A nagy mennyiségű kosz és a kefék kombinációja csiszolópapírként működhet, sőt az automata autómosó túl gyakori igénybevétele után a napfényen észrevehetjük az autó fényezésén a kefék nyomát. Az önkiszolgáló rendszerek gyorsak, jók, de igazából ugyanazt fogjuk elérni, mint ha otthon nekiállunk. Nem tudjuk, hogy ott a vegyszerek milyen hatásfokkal vannak keverve, higítva, és azt sem tudjuk, hogy ugye oda megyünk, vizesek, koszosak leszünk, megfázhatunk, és igazából kényelmetlen a téli időszakban, én úgy gondolom. Ezt nyáron azért sokkal kényelmesebb. Apuka lemegy, a vasárnapi ebéd előtt megcsinálja, az ugyanolyan, mint ha otthon az udvarba csinálná. A másik fele, ha szakmailag nézem, ugyanoda juthatunk el vele, ha nem töröljük át rendesen, nem végezzük el a precízen azokat a munkafolyamatokat, amik szükségesek, befagyhat az ajtó, másnap reggelre az álszerkezet, kárt okozhatunk az autóval, mert nem tudjuk, hogy mi hogy van keverve. Elvisszük a kézi automosóba, ha már kifizettük a díjat, akkor ott reklamálhatunk is. Nagyon nagy probléma esetén akár kártérítést is kérhetünk.